Az utolsó kamera felvétel szerint Tamás felment a Rákóczi hídra és nyoma veszett. Üdvözlöm a Blik nézőit! Itt vagyunk a Budapest Park előtt, ahol egy hónappal ezelőtt tűnt el nyomtalanul Szűcs Tamás. Szeptember 28-án egy koncertrendezvényen vett részt a Budapest Parkban barátaival, ahol szeptember 29-én 00:30 perckor rögzítette a térfigyelő kamera, hogy távozik a helyszínről. Ez a felvétel az utolsó a Pátria Nyomda termelési igazgatójáról, aki azóta nem adott életjelet magáról. Tamás felesége, családja mindent elkövetnek a hatóság bevonásával, hogy megtalálják és előkerüljön a rejtélyes körülmények között eltűnt férfi, akinek kulcsfontosságú lehet az eltűnésében az a taxisofőr, aki a felvétel szerint Tamással beszélt, és véletlenül ő látta utoljára. Hogy milyen beszélgetés zajlott a taxis és Tamás között, azt egyelőre nem tudjuk, mert a taxis még nem jelentkezett, de az biztos, hogy ezek után gyalog indult tovább a MIPA irányába. Utolsó kamera felvétel szerint Tamás felment a Rákóczi hídra és nyoma veszett. A híd közepére néz egy kamera, amin nem látszik, hogy Tamás vízbe esett volna. A 32 éves férfi nem csak a magánéletben, hanem szakmailag is a csúcson érezhette magát, ugyanis topmenedzserként milliárdos projekteket felügyelt. Az egy hónap leforgása alatt sem a hatóságoknak, sem a családnak nem jutott tudomására, hogy Tamás bűncselekmény vagy baleset áldozata lett volna. Jelenleg is státusza ismeretlen helyen tartózkodik.